Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órakor. Nézzük, miről lesz szó a mai hírös hírekben. 11. alkalommal is kiválasztották Kecskemét városborát. Új hiánypótló weboldalt hozott létre az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága. Több mint 3 milliárd forintról állított ki fiktív számlákat egy adócsalásra szakosodott banda. Kiválasztották Kecskemét városborát. 11. alkalommal ült össze a szakmai zsűri, hogy megkóstolják a zamatosabbnál zamatosabb nedüket. A nyertes bort május 10-én hozzák nyilvánosságra. Folyamatosan öntötték a poharakba a különféle borokat ma a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskeméti állomásán. A Matthias János borrend immár 11. alkalommal választotta ki azt a bólét, amely méltán kiérdemli a Kecskemét városbora címet. Úgy gondolom, hogy ez, hogy mi a városborát szorgalmaztuk, ez nem csak a város hírnevét szolgálja, hanem az itt élő embereknek a munkáját is determinálja, értékeli. És mai világban azért fontos, hogyha elismerik az ember tevékenységét, szakmai munkáját, eredményeit, sikereit, de az ad erőt a továbbvitelhez. Idén 5 termelő 20 mintája került a palettára. A terítéken volt egyebek mellett a kövidinka, a rajnai rizling, a királyleányka, az írsai olivér és az egyéb muskotályosok. A város részéről Homoki Tamás alpolgármester is részt vett a zsűriben, aki voksolt is a legjobb borra. 2008 óta választja meg Kecskemét városa a városborát. Azért fontos, mert a gasztrokultúrának egy nagyon jelentős része a borfogyasztás, és jó ételek mellé jó borok illenek, és úgy gondoljuk, hogy Kecskeméten van olyan szintű a bor hagyománya, a borkultúra, hogy a városborát ki kell választani és díjazni kell, és utána ez a bor egy évig ezzel a címkével és ezzel a névvel tudja magát népszerűsíteni. A nyertes termelő nevét május 10-én hirdetik ki a Kecskeméti Városházán. A versenyről, a kiválasztás módjáról, a cím fontosságáról, illetve a kecskeméti bortermelő különlegességéről bővebben a Kiemelő című magazin műsorunkban hallhatnak. Hiánypótló weboldalt hozott létre az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága. Az oldalon a házi orvosok, gyermekorvosok, fogászatok elérhetőségei mellett aktuális rendezvényekről is lehet tájékozódni. Elkészült Kecskemét egyik legnagyobb intézményének, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának hiánypótló honlapja. Az új weboldal nem a szakmának, hanem kifejezetten a lakosság számára készült. Minden olyan információ megtalálható rajta, ami az alapellátással kapcsolatban van, tehát a házi orvosok, gyermekorvosok, fogászatok, anyatejgyűjtő állomások, védőnők és a teljes szociális ellátás is. Van 7 darab bölcsödénk, az idősek otthona, idős gondozás, család és gyerekjólét, mindegyik intézménnyel kapcsolatban fent vannak az információk, magáról az intézmény működéséről, az elérhetőségekről, de hogyha valaki például jelentkezni akar, akkor a szükséges dokumentumokat is le tudja tölteni. Az érdeklődők útmutatókat találhatnak arról, hogyan kerülhetnek kapcsolatba az adott intézményekkel. Az oldalon egy utcakeresőt is elhelyeztek. Az utcanév alapján mindenki a lakóhelye szerint illetékes házi orvos, gyermekgyógyászt, védőnőt meg tudja találni. Ugye egy kismama elkezd tájékozódni, hogy ki lesz majd a gyermekorvos, kit választhat, ki lesz a védőnője, itt ezt is meg tudja nézni. Az aktuális információk feliratra kattintva az intézményekkel kapcsolatos nyilvános rendezvényeket találhatnak, mint a bölcsődei nyílt napok és nyugdíjas klubok. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága egy kötelezettségének is eleget tesz, mivel a lakosság számára közérdekű adatokat tesz elérhetővé. A honlap a www.si.hu oldalon érhető el. A jó időre tekintettel központilag leállította a távfűtést a Termosztár Kft. A szolgáltató tájékoztatása szerint az átmeneti időszakban igény esetén újraindítják a rendszert. Véget ért a távfűtéses szezon Kecskeméten. A Termosztár Kft. Az évtizedes szokásoknak megfelelően április 16-án központilag leállította a távfűtést a kecskeméti lakásokban az időjárási előrejelzések szerinti tartósan meleg időre tekintettel.
Ha egy lakóközösség mégis úgy döntene, hogy szeretnének távfűtést, akkor a közös képviselő írásbeli jelzésére a Termosztár Kft. Szakemberei újra elindítják. Azokban az épületekben, ahol 500-600 lakást ellátó hőközpontokból biztosítják a távfűtést, a lakóközösségek kétharmadának egyetértése szükséges a fűtés újbóli megindításához. A szolgáltató szakemberei a fűtési szezon végéig, május 15-éig rendelkezésre állnak, hogy hideg idő esetén elindítsák a fűtést. A Termosztár Kft. Tájékoztat továbbá arról, hogy kormányrendelet alapján a téli rendkívüli hideg időjárás miatt a távfűtött lakásokban élőket egyszeri 12.000 forint díjcsökkentés illeti meg. Április hónapban a szolgáltató a félhavi fűtési hődíjat tartalmazó távhőszolgáltatási számla összegét 12.000 forinttal csökkentette. Ha az április havi számla összege ennél kevesebb valakinél, akkor a díjcsökkentés után mínuszos fizetendő összeg szerepelhet a számla alján. Ez esetben áprilisban egyáltalán nincs fizetési kötelezettsége a fogyasztónak, sőt a májusi számla is csökkenni fog a visszajáró összeggel. Több mint 3 milliárd forintról állított ki fiktív számlákat az a részben Bács-Kiskun megyei bűnszervezet, amelyet a NAV délalföldi pénzügyi nyomozói és Bács-Kiskun megyei revizorai felszámoltak. A bűnszervezet vezetőit és tagjait őrizetbe vették. A megalapozott gyanú szerint három férfi koordinálta azt a számlagyárat, amely nagyüzemben készítette a valótlan dokumentumokat. A jellemzően reklámtevékenységről szóló fiktív számlák áfa tartalmával különböző cégek csökkentették fizetendő adójukat. A bűncselekmény megvalósításában részt vett a bűnszervezet egyik vezetőjének felesége és sógora is, de egy testvérpár cége is fogadott be hamis iratokat. A NAV pénzügyi nyomozói munkatársai mintegy 30 helyszínen foglalták le a bizonyítékokat, mentették le az adatokat és állítottak elő gyanúsítottakat. Miközben a helyszíni intézkedések zajlottak, a bűnszervezet harmadik irányítója Romániából hazaindult, így őt a pénzügyőrök az autópályán kapcsolták le. A számlák alapján közel 700 millió forint áfát helyeztek jogosulatlanul levonásba, ezért a NAV pénzügyi nyomozói ingatlanokat, bankszámlákat, járműveket és törzsbetétet vettek zár alá. A bűnszervezet három vezetőjét és 8 társukat őrizetbe vették, valamint még további 4 személyt gyanúsítottként hallgattak ki. A vád jelenleg bűnszervezetben különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás, és akár 20 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható a csalókra. Összemérték tudásukat a kecskeméti középiskolások a Hírös Agórában. A vetélkedő során a fiatalok 5 fős csapatokban mérték össze tudásukat a környezet és a természetvédelemről. Még a ragasztó is előkerült ma a kecskeméti középiskolásoknak szóló környezet- és természetvédelmi vetélkedőn. A feladatok között szerepelt még például az állatok felismerése képek alapján. Volt tesztsor, de még a veszélyt jelző piktogramokat is fel kellett ismerniük a fiataloknak. A megmérettetést immáron 23. éve rendezték meg. A környezetvédelem, én azt hiszem ebben egyetérthetünk, az egyik legfontosabb téma, ami érint bennünket, meghatározza jelenünket és meghatározza gyermekeink jövőjét is. Meg kell óvnunk környezetünket, a földet attól, hogy tönkre tegyük mi magunk emberek. Ezt a fiatalok nagyon jól tudják, az általános iskolától kezdve, sőt már az óvodától kezdve foglalkoznak ezekkel a témákkal. 7 kecskeméti középiskola jelentkezett a versenyre. A fiatalok már sok tapasztalattal is ismerettel ültek le a padokba, sokat készültek a versenyre. A csapatok közösen beszélték meg a feladványokat és találták ki a helyes választ. Meskó Réka, aki a Katona József gimnáziumból érkezett társaival, szintén nagyon felkészült volt. Már egészen kicsikorom óta érdekeltek az állatok, illetve hát az adott növények, növényfajok is. Igazából én mindig is állatorvos szerettem volna lenni, és én ezt nagyon fontosnak tartom, tehát magát a környezetvédelmet is, illetve az ezzel való törődést, mivel ez a mi generációnknak is nagyon fontos, illetve az elkövetkező generációk számára is. A feladatokat a Kiskunsági Környezet és Természetvédelmi Egyesület, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága és a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal népegészségügyi osztálya állította össze. Az eredményhirdetésre április 20-án kerül sor a Környezetvédelmi Játszóház alkalmával.
Új légtartásos sátorban edzenek mától a kecskeméti futszál utánpótlás csapatai az Arany János Általános Iskola udvarán. Az átadó ünnepségen az SC Hírösép U13-as csapata léphetett először pályára. Dr. Versz Tamás, a Kecskeméti Szkorgol Futszál Klub ügyvezetője nyitó beszédében elmondta, városunkban egyre több sportág örvend nagy népszerűségnek, egyre több leendő sportolót termel a megyeszékhely. Azonban a csarnok hiány jelentős, nehéz megoldani az edzéseket, és az időpontok sem gyerekbarátok. A mostani projekt megvalósulásával viszont jelentősen javulnak a lehetőségek. Délelőttönként a helyszínről szolgáló általános iskola diákjai, délután pedig a futszál utánpótlás korosztálya hasznosíthatja a sátrat. Télen fűthető, nyáron hűthető létesítményről van szó, mely biztosítja az iskolások komfortérzetét. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség TAO programja, Kecskeméti megyei jogúváros önkormányzata, a Kecskeméti Szkorgol Futszál Klub, a Kecskeméti Tankerületi Központ és az Arany János Általános Iskola együttműködésével jöhetett létre. Az eddigi műfűves focipálya felé emelték a sátrat, mely most előreláthatóan április végéig, május elejéig tesztszerűen üzemel, de a hidegebb őszi téli hónapokban teljes szolgálatot nyújt majd a fiatal sportolók számára. Csipke Angyal címmel rendezett kiállítást a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek forrás kiadója, Maurics Ferenc vajdaságban élő festő és grafikus művész műveiből a Kápolna galériában. A művész kollázs rajzaival Ilia Mihály Szegeden élő irodalomtörténész előtt tiszteleg. A forráskörrel már régóta elmélyült kapcsolatban álló Maurics Ferenc kiállítását Faragó Kornélia irodalomkutató, az Újvidéki Egyetem tanára nyitotta meg. Az 1945-ben Újvidéken született Maurics grafikus, festőművész és költő egy személyben. A 60-as évek jugoszláv figuralizmusának meghatározó alakja, az Új Szimpózion, majd a Fórum könyvkiadó grafikai szerkesztője. A 70-es években művei a jugoszláv modern művészet bemutatóin rendszeresen szerepeltek Európa szerte. Számos önálló tárlata volt az egykori Jugoszláviában és Magyarországon is. Több kötet szerzője, jeles illusztrátor. Maurics Ferencet kezdetektől a rút esztétikája foglalkoztatja. Érdes, szálkás vonalművészetében az emberi test a központi figura, naturalisztikus és expresszív megközelítésben. Összetéveszthetetlenül egyéni figuralizmusában költői erővel fogalmazódik meg az elmúlás, az enyészet és a halál tragikuma. Az Ilia Mihály irodalomtörténésznek ajánlott Csipke Angyal című tárlatot május 4-ig láthatják a Kápolna galériában, munkanapokon 13 és 17 óra között. Kerek évfordulót ünnepeltek a területi helyesírási versenyen. Jakabszálláson április 6-án immár 20. alkalommal versenyezhettek az általános iskolások. Aznap már beszámoltunk arról, hogy melyik feladatot okozták számukra a legtöbb nehézséget. Az akadályok ellenére mindenki remekül szerepelt, és mint minden versenyen most is születtek győztesek, nézzük ki is ők. Lezárult a 20. jakabszállási helyesírási verseny, melynek eredményeit a hagyományokhoz híven a Kecskeméti Televízió teszi közzé először. A versenyen három feladattípusban mérték össze tudásukat a fiatalok, tolbamondást írtak, hibás szöveget javítottak, és totót töltöttek ki. A második osztályosoknál a lajosmizsei Halupka Martin teljesített a legjobban, ő 8 hibapontot szerzett. A dobogó második fokára az izsáki Söregi Nándor Márk állhatott fel 12 hibaponttal, ugyanennyi hibával lett harmadik Halápi Péter Ladány Benéra. A résztvevő városok közül hibapontrangsor szerint Lajosmizse végzett az első helyen a másodikosoknál, míg Felső Lajos a második, izsák a harmadik helyig menetelt. Idén a harmadik osztályosok írtak a leghelyesebben. A jakabszállási Talmácsi Katica szerezte a legkevesebb, csupán 6,5 hibapontot az egész mezőnyben. A második a Kerekegyházáról érkező Ugró Sándor lett 7,5 hibaponttal, a harmadik helyen pedig a Felső Lajosi Fehér Liliana végzett 10 hibával. A városi összesítésen Kerekegyháza került ki elsőként, második lett Felső Lajos, harmadik pedig Izsák. A negyedik osztályosoknál Szappanos Hanna nyárlőrinci versenyző 16 hibaponttal nyert, Máté Gerda a Lajosmizséről a második, szintén 16 hibaponttal, a harmadik helyezett fél hibaponttal maradt le Surman Csepke, ő 16,5 hibát gyűjtött össze. Az összesített eredmény táblázaton Lajosmizse az első, Lakitelek a második, Nyárlőrinc pedig a harmadik helyen szerepel a negyedikeseknél. A három évfolyam összesített eredményét tekintve Lajosmizse lett az abszolút első helyezett, Nyárlőrinc a második, Felső Lajos pedig a dobogós harmadik. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Ki
Kiválasztották Kecskemét város borát, 11. alkalommal ült össze a szakmai zsűri, hogy megkóstolják a legjobb italokat. A nyertes bor nevét május 10-én hozzák nyilvánosságra. Új hiánypótló weboldalt hozott létre az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága. Az oldalon még az aktuális rendezvényekről is lehet tájékozódni. Több mint 3 milliárd forintról állított ki fiktív számlákat az a részben Bács-Kiskun megyei bűnszervezet, amelyet a NAV délalföldi pénzügyi nyomozói felszámoltak. A jó időre tekintettel központilag leállította a távfűtést a Termosztár Kft. A szolgáltató tájékoztatása szerint az átmeneti időszakban igény esetén újraindítják a rendszert. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Híróránkat a kiemelővel a Kecskeméti Televízió közéleti magazinjával folytatjuk. Mai műsorunkban bemutatjuk, hogy hogyan lehet egy nyomtatott oldalt háromdimenziósá varázsolni okostelefonnal. Megmutatjuk, hogyan készülnek a legjobb borok, és hogyan készültek a legjobb borászok a Városbora versenyre. És egy szomorú évfordulóra is megemlékezünk, 10 éve zuhant le egy MiG-29-es vadászgép Kecskemét határában. Stábunk az okukat is igyekezett kideríteni. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket ma 21 órakor, éjszaka, a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7:30-kor ismételjük meg. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Én köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Élénk erős lesz az északi szél, a hajnali 9 fokot követően napközben 24 fokra van kilátás. Pénteken folytatódik a napos csapadékmentes idő, az északkeleti szelet többfelé kísérheti élénk néhol erős lökés. 23 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk a délutáni órákban. Szombaton szinte országszerte derült időre számíthatunk, csapadék nem várható. A kissé szeles időben 23 fokra van kilátás, és vasárnap is sok lesz a napsütés.